Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök minden megjelentet itt a Szegedi Nemzeti Színházhoz tartozó regionális összművészeti központban. Én Barnák László vagyok a színház, illetve a szabadtéri játékok, valamint a RÖK főigazgatója. Színházi emberként nekem mindig nagyon nagy öröm és különlegesség itt találkozni a hazai kortárs képzőművészeti élet kiemelkedő művészeivel és alkotásaival. Éppen ezért örülök, hogy van egy ilyen feladatom is a színház vezetése mellett, hogy itt ilyen alkalmakkor találkozhatom önökkel, alkotókkal, illetve a kortárs képzőművészet iránt érdeklődőkkel és az iránt elkötelezettekkel. Engedjék meg, hogy bemutassam kiemelt vendégeinket, Sinkó István képzőművészt, a Magyar Festők Társaságának elnökét. Révész Emesel művészettörténészt. És dr. Nátyi Róbert urat, művészettörténészt, a RÖK vezető kurátorát, a Szegedi Tudományi Egyetem Bartók Béla művészeti karának dékánját. Fel is kérem Sinkó Istvánt, hogy mondja el köszöntőjét. Kedves egybegyűltek, kedves barátaink, kollégák! Nagy megtiszteltetés itt állni, és egy ilyen kiállítás megnyitóján köszöntőt mondani. Rövid leszek, hiszen Révész Emese, tehát Nátyi Róbert és Révész Emese majd sok minden mást elmondanak erről a kiállításról. Én azzal a gondolattal indítanék, hogy a Magyar Festők Társasága köszöni azt a lehetőséget, hogy itt megjelenhet ezek között, a gyönyörű falak között, ekkor a terekben, és úgy érzem, úgy gondolom, hogy a majd elkövetkezendő 30 éves évfordulóhoz, ami kicsit adébb van még majd 2025-ben, egy ilyen előzetes, előrehozott jubileumi kiállításnak egy örömteli pillanata ez a szép esemény, ezek a falakon megjelenő képek, ez a sok művész, 114 művész, akik itt a kiállításon szerepelnek. Egy szomorú kötelességemnek is eleget kell tennem. A kiállítás rendezése közepette hunyt el Erdős János barátunk, kollégánk, kitűnő festőművész, akinek itt művét láthatjuk is, hiszen ő még igyekezett ezen a kiállításon részt venni, beadta a munkáját, és szomorú, ha vettük tudomásul, hogy már nem érhette meg a megnyitót, egy csendes főhajtással emlékezzünk meg róla. Köszönöm. Még egyszer köszönöm, hogy ennyien eljöttek, köszönöm, hogy ennyi kollega megjelent. Ez nagyszerű, mert hiszen ennek a társaságnak az egyik legfontosabb kohéziós ereje a kiállítás, az együttes kiállítások. És még egyszer köszönöm a Rögpalota munkatársainak és Nátyi Róbertnek, hogy lehetőséget adott, és egy ilyen elegáns, szép kiállítással tisztelt meg minket. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Önöket a Szegedi Regionális Összművészeti Központba. Ahogy István is mondta, hogy rövid lesz, én is igyekszem rövid lenni. Számomra idegen a szerep, hogy köszöntő szerepben vagyok. Általában, ha kiállítás van, vagy megnyitó van, akkor ott megnyitóként szoktam szerepelni, és természetesen most igyekszem a köszöntő szerephez hű lenni. István azt mondta, hogy milyen fantasztikus az, hogy még a jubilóm nincs is, de már kiállítás van, sőt katalógus is van. Azt hiszem és kívánom, hogy inkább ez legyen mindig egy kiállításnak a sorsa, hogy hamarabb valósuljon meg, mint maga a jubilóm, mint hogy a jubilóm megvalósul, és aztán nem lesz belőle esetleg kiállítás vagy katalógus. És most eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy a Magyar Festők Társasága, mint talán a legnagyobb magyarországi festőtársaság, illetve aki festőket tömörít professzionálisan, szinte 300 taggal, vagy közel 300 taggal bemutatkozhasson a Rögpalotába. Ez a kiállítás azt gondolom, hogy nagyon szépen illeszkedik abba a sorba,
amit mi tizenvalahány évvel ezelőtt elkezdtünk. Azt hiszem, hogy valóban a kiállítás az elmúlt egy hét nekünk a rendezésről szólt. Jó volt ezek között a falak között dolgozni. Mindig jó, minden kiállítás, rendezés izgalmas történet. Számomra mindig egészen érdekfeszítő, amikor nagy kiállításokról, különböző stílusokról, ahogy a jel a nevében is van, címében Tendencia című kiállításról beszélünk, amikor ezt az elképesztő sokféle tendenciát, ezt a sok színűséget, amelyet a magyar kortárs festészet bemutat, kell elrendezni, és ezt tálalni valamilyen módon a közönségnek. Én bízom benne, hogy legjobb tudásunk szerint kollégáimmal megtettük, amit lehetett ennek az érdekébe, és természetesen nem szeretném lelőni a poént, hisz most kolléganőm fog művészettörténészként egy művészettörténeti megnyitót tartani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Amikor 1995-ben megalakult ez a társaság, akkor először is nevet választott. És azt a nevet választott, hogy Magyar Festők Társasága. Engedjék meg, hogy ezen a megnyitón ezt a három fogalmat járjam egy picit körül. Itt van először is ez a magyar, ami látszólag kézenfekvőnek tűnik. De erről eszembe jutott az, hogy amikor 1840-ben megalakult az első magyar művészeti társaság, a Műegylet, akkor borzalmas viták voltak a körül, hogy ki magyar és ki nem 1840-ben, amikor még Pesten többnyire német szót lehet hallani. És akkor abban maradtak az egymásnak feszülő vita felei, hogy magyar az, aki regionálisan, földrajzilag itt él, vagy magyarul beszél. Én ezt itt nem is feszegetném tovább, de annyi még eszembe jutott, hogy vajon egy ilyen társaság, hogy néz ki a horvát, egy ilyen kiállítás, hogy néz ki a horvátoknál, hogy néz ki a lengyeleknél, hogy néz ki a belgáknál. Hiszen nyilván, hogy minden régiónak megvan a maga festők társasága, és ha odavetődnénk, látnánk-e abban bármiféle olyan karakterisztikumot, amit nemzeti vonásnak vagy lokális jellemzőnek vélünk, és vajon van-e ilyen itt? Az biztos, hogy a város, ami helyet ad ennek a nagy volumenű tárlatnak, nagy kulturális hagyományokkal rendelkező város. Bár nekem mindig az az érzésem, amikor ide érkezek, hogy elsősorban a cukrászdák városa, szerintem ennyi cukrászda egy helyen sehol az országban nincsen, de emellett meg hát itt vannak azok a komoly kulturális hagyományok, amik nem csak az irodalomra vetnek fény, de a képzőművészeti hagyományokra is. Ugye Szelesi Zoltán és Szuromi Pál nevét kell itt annak megemlíteni, aki kíváncsi Szeged nagy képzőművészeti hagyományaira. És amint Nagy Robert is említette, kiállítás szempontjából is vonzerő centrum ez a város. Egyrészt a szegedi nyári tárlatok révén, ami hát 1960-as évek óta ide vonz számtalan alkotót az ország minden pontjáról, vagy ennek a kiállításnak vagy vállalkozásnak előzménye lehet a táblakép festészeti biennálé, talán még sokan emlékeznek rá, 40 éve alakult, 1983-ban, és 1983-ban a Horváth Mihály utcai képtár termeiben rendezték meg az első tárlatot, és az ifjúsági házban, nem túl előnyös helyen, nem volt még ez a gyönyörű palota felújítva ilyen szépen. Néhány nevet hadd említsek abból a kiállításból: Csernus, Lakner, Korga György, Gyémát László, Záborszky Gábor, de ott volt 83-ban Bálint Endre is, Elkazovszky, Orosz János, Mácsai István, Bak Imre, hogy jelentőség teljes neveket említsek, és ugyan nem végeztem komoly kutatásokat, de arra rátaláltam, hogy Barabás Márton már azon a kiállításon is ott volt, meg aztán ismét ezen a mostani. És hát a mostani kiállításnak is az a lényeg, hogy az ország legkülönbözőbb pontjairól, sőt határon túlról is vonz alkotókat. Többek között Szegedről itt van Sejben Lajos, Darázs József, Serényi Ház Zsigmond, Henn László. Második szó, festők. Mit jelent ma festőnek lenni? Azt gondolom elsősorban önkorlátozást. Hiszen annyi minden csábító, kifejezési forma kering egy alkotó körül. Dolgozhat plasztikában, digitális nyomatban, installációban. Az, hogy vállalja, hogy keretbe foglalja, többnyire a síkba maradva a mondandóját, jobbára a színekkel kifejezve, ez egyfajta döntés.
olyan döntés, aminél ráadásul a kiállítás esetében még ahhoz is kellett igazodni, hogy kétszer-két méternél ne legyen nagyobb az a kép. Azt látjuk a tárlaton, hogy sokan világokat nyitnak ezen a jól ismert síkon, ezek között a jól ismert keretek között. Minden extra újítás nélkül, pusztán ecsettel, vászonnal, olajjal. De vannak persze kísérleti művek is, néhányan a plasztika felé lépnek ki, függesztett vászonnal, mint Erdész Erika, zsákvászonnal, mint Feledi Gyula Zoltán, UV printer, mint Hegyes Halmi László, mikroplüssel, mint Könyvkata, festményszobra, reliefen, mint Matszon Ákos, tárgykollázsal, mint Regős István, vagy vászonra varva, mint Szécsi Beáta. Ebből is látható, hogy a zsűri is nagy vonalon kezelte a festészetet, és igyekezett helyet adni ezeknek a kísérleteknek, akár installációs műveknek is, mint Kondor Attila alkotása, vagy olyan digitális eszközből festményre fordított művnek, mint Fűrjesi Csaba ebben a teremben látható Selfie délutánja. De ezen túl is talán fontos, hogy a festészet ma elsősorban belső késztetés, úgy gondolom. Mert biztos vannak, akik piacra festenek, biztos vannak, akik műkereskedőnek festenek, de a Magyar Festők Társasága tagjainak többsége azért fest, mert nem tehet mást. Mert olyan természetes számára a képalkotás, mint a lélegzet. És aki ma fest, az önkéntelenül párbeszédet kezd 2000 év festészetével. Nem lehet ma úgy festeni, hogy ne vennénk tudomást mindarról a roppant nagy hagyományról, amiben önök igen jártasak, és abszolút tisztában vannak vele. És ebben a kiállításban is számtalan utalás látható erre a nagy hagyományra. Baksai József, Angyali üdvözlete. Bánföldi Zoltán, barlangrajzos műve. Szurcsik József, mögöttem látható romantikus tájfestészete, tájfestménye. És feltűnően sok ebben az anyagban a direkt utalás, az omázs jellegű kép, a tiszteletadás, Biond Győző Bos képe, Halmi Horváth István Albersre emlékező képe, Könyvkata, már említett Bernini műve, Györfi Sándor Konok Tamásra emlékező műve, László Kisdezső Kirikó metafizikus tereit megidéző képe, Regős István Kocsis Imrére emlékező kollázsa, T. Horváth Éva Holland Sándor emlékező műve, vagy Vojnics Erzsébet Abramovicsra emlékező műve, ami itt van ebben a teremben. Láthatólag az alkotóknak nagyon fontos ez a háló, ami időben és térben összeköti önöket, összeköt minket a művészet történetével. A harmadik fogalom, a társaság, talán az egyik legfontosabb. Minden megnyitó sava borsa. Az, hogy olyan sokan, olyan messziről érkeztek azért, hogy együtt legyünk, együtt legyenek. Amikor, hogy megint a kezdetekre utaljak, a reformkorban elkezdenek szaporodni a művészeti társaságok, az elsők egyébként a 18. század végén alakulnak, akkor ezek a társaságok a demokratikus véleménynyilvánítás legfontosabb terepei, a polgári értékrend és gondolkodás legfontosabb fórumai. Az egyik elsőt Magyarországon Széchenyi alapítja, Véd Egylet néven, hiszen akkoriban még egyletnek hívták ezeket. De ez a társaság is kaphatta volna a szövetség nevet is, mint a Magyar Grafikus Művészek Szövetsége, lehetett volna társulat vagy társulás, mint a Színyei Mense Pál Társaság, hogy egy elődöt említsek. De elsősorban közösség, kollektíva, szakmai érdekképviselet, aminek a legfontosabb funkciója az információ közvetítés és a jelenlét biztosítása. Hiszen, ahogy a katalógus bevezetőjében Kovács Albertől olvashatjuk, a legfőbb büszkesége ennek a társaságnak az, hogy jelenlétet tud újra és újra biztosítani a tagság számára. Mi szerint alakulnak művészeti társaságok világszerte és Magyarországon? Vagy művészeti ág szerint, lásd, festészet, vagy művészeti irány szerint, mint mondjuk a képzőművészek új társasága két háború között, vagy technika szerint, mint az akvarellfestők vagy a pasztelfestők társasága.
De sokszor olyan nevet vesznek föl, amivel a tradícióba ágyazzák magukat. Lásd, Bencz úr társaság, Riprónai társaság, vagy a már említett patináns Szinyei Mersepár társaság. Aztán jött a centralizálás ideje, amit Horváth György szépen megírt a Művészek bevonulása című kötetében 1945 után, és aztán amikor ez a centralizálás véget ért, mindenki föllélegzett, hogy végre szabadon szervezkedhetünk. Így is történt, szabadon szervezkedhetünk, de ezzel együtt az állam elengedte a művész kezét, nem volt már rá szükségük, szüksége, hiszen a centralizálás egyszer mint a felügyelet terepe is volt. És attól kezdve, hogy nincs centralizálás, van a fene nagy szabadság. Kovács Albert nagyon szépen ír erről, a meglehetősen sanyarú körülményről, ahogy ez a társaság is kénytelen működni a rendszerváltás óta. A válogatás. Több mint 300 tag, 115 alkotójának műveit láthatjuk itt, és joggal kérdezik mindazok, de gondolom azok most nincsenek itt, akiknek nincs itt a képe, hogy miért pont ők? És akkor jön mindig ez a rejtelmes válasz a művészettörténészek és hozzáértőknek nevezett a zsűrorok részéről, hogy kvalitás. De kérem szépen, olyan nehéz megmagyarázni, hogy mi a kvalitás, és biztos önök is rendszeresen találkoznak azzal, hogy kívülállók számára próbálják valahogy körülírni, hogy mitől jó a jó kép. Ezt most én sem fogom itt kifejteni, de az biztos, hogy valamiféle primér vizuális eszköztár rendszerezett és magabiztos használatát feltételezi a jó kép és a tehni tudását. És ezt kiemelném, mert az elmúlt évtizedekben kirúgta maga alól a művészet a technét, annyira a rációra koncentrált, annyira az eszmére koncentrált, szinte mint a historizmus eszmefestészetet művelt, hogy elfelejtettünk beszélni a mesterségről. És ez önkritika is hadd legyen, mi magunk művészettörténészek is elbizonytalanodunk, amikor technikai kérdésekről kell beszélnünk. Végül. Hadd futtassam ki ezt a bevezető szöveget, ezeket a gondolatokat egyetlen műre, tudom, ez nem szokás egy csoportkiállításon, Váradi Róbert az érzékelés viszonylagossága című képére, ami pont itt szemben van. Méghozzá azért, mert azon gondolkoztam, hogy sokat szoktunk beszélni a művészekről, a képekről, de milyen kevés szó esik a nézőről? Hogy mi is történik a nézőben, amikor képet néz? És hát önök is alkotóként egyszer csak nézővé válnak, amikor a többiek képét nézik. Én meg hivatásos néző vagyok, de vannak a nem hivatásos nézők. Mit néznek? Mi csapódik le nekik? Olyan bonyolult ez a folyamat, művészetpszichológusok hadav is vizsgálja a műbefogadást, az annyi biztos, hogy mindkét agyféltekénket mozgósítja. Azt is, ami az ösztönös, érzéki benyomásokat rögzíti, hisz a kép az egy szenzuális felület. Színek, faktúrák rohamozzák meg a nézőt. És aztán jön az agyunk, és próbálja értelmezni, kötni már látottakhoz, valami tárgyszerűhöz, és ebből a hálóból rajzolódik ki valami, amit pokoli nehéz verbalizálni. Érzeteket viszünk haza. És a szegény művészettörténészek dolga az, hogy amit látunk, azt lefordítsuk szavakra. Végül a fő kérdés. Itt van ez a csodálatos kiállítás. Lenyűgöző, lehengerlő panoráma a kortárs magyar festészetről. Minden szegmensét, nagyon sokféle árnyalatát megmutatja. De mi lesz ezzel a kiállítással, amikor elmegyünk innen a borozás és pogácsázás után? Bejönnek-e majd az utcáról a nézők? És ha bejönnek, mit látnak? És ha látnak, mit visznek haza ezekből a képekből? Hiszen minden ilyen kiállításnak akkor van igazán értelme, ha valami módon szervesül abba a közegbe, abba a városba, abba a tágabb kulturális körbe, ahol megrendezésre kerül, mint a kavics, amit a csendes dó vizébe dobunk. Köszönöm a figyelmet, megnyitom a kiállítást.